korszerűsítik az ennyvízhálózatot. Mándokon közel 1 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásból indult beruházás. Vízvilágnap. Március 22-én, vagyis most pénteken a tiszta ivóvíz fontosságára hívják fel a figyelmet Nyíregyházán is. Közel 1 milliárd forintos visszanemtérítendő támogatásból korszerűsítik Mándok szennyvízhálózatát. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket. A beruházás várhatóan nyár közepén indul, és a város minden utcáját érinti. Az önkormányzat képviselőtestülete a város meglévő szennyvízelvezető rendszerének felülvizsgálatát és az eddig csatornázatlan területrészek közszolgáltatásba vonását tűzte ki célul. Ehhez szükséges a már meglévő szennyvízelvezető rendszer kontrász szakaszainak, a szennyvíz tartózkodási idejének és az átemelő aknák állapotának javítása. Lakossági fórumot tartottak szerdán Mándokon. A középpontba várhatóan nyár közepén induló szennyvízhálózat korszerűsítése került. A település egy részében a szennyvizet jelenleg zárt szennyvízgyűjtőkben gyűjtik, melyek sok esetben kivitelezési hibákból eredően nem megfelelően vízzárók, így a talajvíz szennyezése folyamatos. Jelenleg a keletkező szennyvíz szippantását és ártalmatlanítását a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT végzi. Mivel a beruházás során a település teljes csatornázása megtörténik, illetve a hálózatot is korszerűsítik, így a településen keletkező szennyvíz ellenőrzött körülmények között juthat majd a szennyvíztisztító telepre. Nagyon örülök, hogy egyáltalán eljutottunk most már ehhez a fázishoz, több mint 2 éve várjuk, hogy meg tudjunk indítani ezt a összesen 10 településnél 7,2 milliárdos beruházású projektet. Ez a mai nap, amivel kezdődne, most ismertetni fogják a jelenlévők előtt, hogy milyen folyamatokat fogjuk egyáltalán látni itt a településen. Úgy néz ki, a 19 átemelőből, ami a településen, a városban működik, 10 fog maradni, 9-et megszüntetnek, és gravitációval fog történni ennek a műveletnek a végzése, ami azt jelenti, hogy minden utcába végeredményben fel lesz túrva a település, és azt jelenti, hogy amikor ennek bizonyos utcákban végeztünk, van egy 240 milliós csapadékvíz fejlesztésünk is, akkor ott már megtörténik annak is a helyreállítás a csapadékvíz elvezetéssel, és utána kerülne sor majd az utaknak a rendbetételére. A projekt célja alapvetően két részből tevődik össze. Az első a csatornázatlan területek szennyvíz csatornázása, a másik pedig a meglévő szennyvíz csatorna hálózat rekonstrukciója. Tekintve, hogy 9 darab átemelőt megszüntetnek, illetve kiváltanak a gravitációs csatorna hálózattal, a szennyvíz hálózatban való tartózkodási ideje is csökken. Ennek következtében elkerülhető a szennyvíz berothadása, így kedvezőbb tisztítási hatásfok érhető el a szennyvíztisztító telepen, valamint hálózatüzemeltetési szempontból is ideális feltételeket teremthet. A szennyvíz megfelelő mértékű tisztítása után a tisztított szennyvíz ártalommentesen jut el a befogadóba, amely mind közegészségügyi, mind környezetvédelmi szempontból is érdek. Jakab Gábor, a kivitelező üzemvezetője a lakossági fórumon elmondta, hogy 6 kilométer gerincvezeték kerül kiépítésre, ebből 1,5 kilométer új vezeték, 4,5 kilométer pedig rekonstrukció. A szennyvíztisztító telep mellett egy iszaptárolót is építenek, itt a napi keletkező 1,5 köbméter iszapot fogják tárolni. Hozzátette még, hogy a beruházás szakaszosan fog megvalósulni, a 6 hónap próbaüzem után a projekt várható befejezése 2020. december 5-e. Óriási költségbe került eddig a szennyvíz tisztítóknak a javítása, a motoroknak leégtek, gyakran mert olyan dolgok kerültek bele, ami egyszerűen a tekercselésnél, szóval akik szakemberek tudják, hogy mit jelent ez, és bízunk benne, hogy most már ezeket kiküszöbölünk, mert több millió forintos tételek a városnak, csak ennek kimondottan a kiadása, amit meg lehetne spórolni, amennyiben oda kerül a sor, és nem csak olyan dolgokat dobálnának bele a szennyvízbe, ami nem odaillő. Mándok település a felszín alatti vizek szempontjából a fokozottan érzékeny területek közé sorolt. Ebből kifolyólag a településen végzett fejlesztések végrehajtása mind környezetvédelmi, mind környezetegészségügyi szempontból indokoltak. A projekt a kohéziós alap és a hazai központi költségvetési előirányzat által nyújtott, visszanemtérítendő támogatásból valósul meg.
Pénteken lesz a vízvilágnapja. Ez alkalomból Nyíregyházán és a megye több településén rendez programokat a Nyírségvíz. A társaság idén is a tavalyihoz hasonló sikeres évet szeretne teljesíteni, fő céljuk pedig továbbra is az, hogy ügyfeleik elégedettek legyenek a szolgáltatásaikkal. 350 ezer embernek biztosít tiszta ivóvizet a Nyírségvíz a megye 91 településén. Az ország 10 legnagyobb vízi közmű szolgáltatója közé tartozó cég jó évet zárt tavaly. A vízértékesítés, szennyvízelvezetés és közmű beruházások terén egyaránt. Fontos mérföldkő volt, hogy a Hodászi kistérség ivóvízellátását is átvették. Nem volt havária helyzet, emellett más sikereket is elkönyvelhettek. Óriási fejlődése ment keresztül, különösen a csatornázás a teljes ellátottság irányába, és ez nagyon fontos a környezetvédelem szempontjából. A mi céljaink, célkitűzéseink a folyamatos szolgáltatás, megbízhatóság, a felügyelet irányításnak a pontossága, a gyors hibaelhárítás, és természetesen számtalan kisebb-nagyobb célkitűzésünk van, aminek úgy gondolom, hogy tavaly elég jól sikerült eleget tenni. A vezérigazgató asszony az idei legfontosabb célkitűzésként is a vevők elégedettségének kivívását, a folyamatos megbízható jó minőségű szolgáltatást és a jó értékesítést a beruházási tervek megvalósítását sorolta. Feladat mindig van, hiszen a megyében és Nyíregyházán is vannak még bekötetlen lakások. Dolgukat ugyanakkor nem könnyíti meg a szakember hiány, illetve a társaságnál is tapasztalható magas korfa. Az itt végzett munkákra is felhívják a figyelmet pénteken a vízvilágnapján, amelynek idei mottója vizet mindenkinek. Március 22-én megnyitjuk a Nyíregyházi Arany János utcai víztornyot az érdeklődő gyerekek és a felnőttek számára. Jönnek gyerekcsoportok, jönnek középiskolások, egyetemisták, és jönnek felnőttek, mert hál' Istennek egyre többen értékelik azt, hogy mit is jelent a tiszta ivóvíz. Tartunk egy kis foglalkozást lent a víztorony tövében, egy interaktív kérdez, felelek, mit tudnak a gyerekek, mit tudnak a felnőttek, hogyan jut be az ivóvíz egyáltalán Nyíregyházára, hogyan jut el a lakásokba, és hogy hogyan tudjuk elvezetni a vizeket, a szennyvizeket. Ennek érdekében a szennyvíztisztító telepen is várjuk a gyerekcsoportokat. Hál' Istennek el kell, hogy mondjam, hogy a gyerekek nyitottak, és én ennek nagyon örülök és bízom bennük, hiszen az ő kezükben van a jövőnk is, és egyre többen és többen jönnek, úgyhogy már nem a szennyvíztisztító telepen, nem is csak a vízvilágnapján, hanem tavasztól őszig gyakorlatilag várjuk a csoportok jelentkezését. A megyében máshol, így például Kisvárdán, Mátészalkán, Nagykállóban és Nyírbátorban is lesznek vízvilágnapi programok. Ezeken a fő üzenet az lesz, hogy fontos természeti kincsünk az ivóvíz, amelyet meg kell őriznünk ahhoz, hogy a jövőben is elmondhassuk. Szerencsések vagyunk, hogy a nap 24 órájában tiszta ivóvízhez juthatunk. Rengeteg autóst intettek ki az utakról a rendőrök a múlt héten szerte az országban. Az európai szintű TISZPOL akció keretében a passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrizték, és közel 4300 esetben tapasztaltak mulasztást. A legtöbben, túlnyomó részt a járművezetők, a biztonsági övet nem kapcsolták be. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is akadtak szabályszegő sofőrök. Az intézkedő rendőrök 416 alkalommal állapították meg a biztonsági öv használatának elmulasztását. A gyerekeket ugyanakkor már felelősségteljesebben kötik be a szülők. A motorosokkal ezúttal nem volt gond, kivétel nélkül mind használtak bukósisakot. Fontos azonban, hogy ezt nem elég felvenni, be is kell csatolni. Aki ezeket figyelmen kívül hagyja, tudatos, felelőtlen és felesleges kockázatot vállal. A megyében egyébként tavaly 3370 közlekedési baleset történt, amelyek nagy része megelőzhető lett volna. 1001 baleset során személyisérülés történt, tehát ez azt jelenti, hogy fizikailag a jármű utasa, illetve a járművezetője megsérült. Akinek van ideje, kedve, bátorsága, nyugodtan felkeresed egy ilyen személyt, aki a balesetben megsérült, és megkérdezheti tőle, hogy számított-e arra, hogy baleset éri. Valószínűleg azt fogja mondani, hogy nem számított rá, nem is számíthatott erre, hiszen akkor más útvonalat választott volna, vagy pedig elkerülte volna azt a veszélyes szituációt. Ezért azt mondhatjuk, hogy mindenki kösse be magát a biztonsági övvel, hiszen a biztonsági öv ilyen bizonyos esetekben életet menthet.
Gáspár Tibor színművész volt a Bencs Villa Több szem közt című sorozatának vendége kedden. A művész több éven keresztül volt a Móricz Zsigmond Színház társulatának tagja, akit számos nagyszerű szerepben láthatott a nyíregyházi közönség. A beszélgetésből, amelyet Kovács Dénes vezetett, az is kiderült, hogyan lett színész a torna tanárnak készülő szentesi gimnazistából. Gáspár Tibor a Szentesi Gimnáziumból jutott be a Színház és Filmművészeti Egyetemre, Kerény Imre és Huszti Péter osztályába. A pályát Miskolcon kezdte, majd játszott Egerben, Békés Csabán, Budapesten. A Móricz Zsigmond Színházba 2003-ban szerződött. Szeretettel emlékszik vissza a nyíregyházi társulatban eltöltött esztendőkre. 9 éven keresztül játszott az itteni deszkákon, és nagyon hálás a városnak, a kollégáinak, a közönségnek. Itt töltött 9 évem, minden évadában volt egy, de legalább 2, amit nagyon szerettem. Hát a legelsőt azért mondom, mert ugye már az említett üvegcipő, Molnár Ferenc üvegcipő, Sipos úr, ahol megismerkedtem a társulattal és a közönséggel, és úgy éreztem, hogy nagy sikere volt, és megszerettek, amiből aztán jött a többi. Hát aztán itt a Lér király Glosztertől kezdve, Biderman gyújtogató, akkor a Csárdás királynő Feri bácsi, szóval most hirtelen nem is jut eszembe több. De már ez is, ezek mind olyan számomra olyan emlékezetes előadások, remélem a néző számára is, ami egy életre meghatározó. Nem csak színpadon, filmekben is gyakran láthatják a nézők. Janis Attila Másnap című filmjének főszerepében 2 díjat is kapott, de játszott a nagy sikerű Kincsem című filmben is. Szombaton kezdi vetíteni a Duna Televízió a Béres József életéről szóló Csebben az élet című 4 részes filmsorozatot, amelyben Gáspár Tibor a főszerepet alakítja. Óriási megtiszteltetésnek érzi, hogy megkapta ezt a szerepet. A 20. század utolsó harmadán talán legnagyobb magyarját, mint egy Széchenyi. Egy akkora emberrel ajándékoztak meg, hogy megközelítsem őt, és valamit ebből tudjak mutatni. Nagyon ismerős volt nekem Béres József, vidéki ember, mint én, földszagú ember, mint én. Természetesen a tudományos részét azt nem annyira tudom, csak nagy vonalakban, de az ő emberi sorsát, az ő hányatatott életét, meghurcolás, az ő kitartását, álhatatosságát, ezek mind ismerősek nekem, és nagyon remélem, hogy szeretni fogják az én Béres Józsefemet is. Gáspár Tibor azt is elárulta az érdeklődőknek, hogy szerinte addig érdemes a színészi pályán dolgozni, amíg megvan az emberben a pályához szükséges becsvágy. A művész már a következő évadot tervezi a Miskolci Nemzeti Színházban. Pihenni azonban addig sem lesz sok ideje, több filmes felkérése is van. Többek között egy 15 részes televíziós sorozatban játszik majd, és a forgatás már áprilisban elkezdődik. Sorozatban 3. bajnoki meccsét is megnyerte a Nyíregyháza Spartacus. Zoráns Pislák együttese az MB2 29. fordulójában lejátszott mérkőzésen 1-0-ra verte a Győr csapatát. A tabellán jelenleg 9. helyen álló Spari legközelebb a jövő hét végén Békés Csabán lép pályára. 2 győztes meccset követően fogadta 2 vesztes mérkőzéssel a háta mögött érkező győri csapatot a Nyíregyháza Spartacus. Az első fél időben kiegyenlített volt a játék, igazán nagy helyzet egyik oldalon sem alakult ki. A második játékrész elején megszerezte a vezetést a házigazda, Hornyák Marcell fejelt a győri kapuba. A folytatásban a vendégek próbálkozásait rendre hárította a hazai védelem, így újabb gól már nem született, Zoláns Pisiek együttese viszont újabb 3 ponttal lett gazdagabb. Minden meccsre nagyon meg kell küzdeni. Nagyon rá kell készülni, nagyon mélyen meg kell nézni, hogy mi az ereje az ellenfélnek, és mi a gyengesége, és abból kell indulni, persze a saját erőnket ki kell mérni, és a saját gyenge pontokat, hogy akkor ne legyenek meglepetések, vagy legalább annál kevesebb a meccsen. Ugyanebben a szakaszban is voltunk, ahol mondom, sok területen fejlesztünk. A játékot fejlesztjük, a játékosokat, a csapatot, úgyhogy fiatalokat építsük, integráljuk a csapatba, úgyhogy sok területen dolgozunk, de azt mondom, hogy a csapat megtalálta azt a
játék részét és játék stílus, ami tud eredményes is lenni, úgyhogy a harmadik meccsben most már Zsinórba nyerte a csapat. Persze ez nem kell, hogy legyen az a része, hogy most meg vagyunk elégedve, hogy három meccset, ez csak egy induló pont kell, hogy legyen, ezen kell építeni, továbbra kell gondolkozni, előre kell gondolkozni, továbbra kell építeni, és továbbra kell pontokat gyűjteni. A Sparja legutóbbi három győztes meccsén nem kapott gólt. A kapus Jova Levente szerint ez nem csak az ő érdeme. Nagyon jól működik együtt a csapat, és akár előről megkezdve a védekezés, segítik az én munkámat is. Jól fel vagyunk készülve, akár ugye a kapusedzéseken is, a kapusedzővel, a Tuska Jánossal felkészülünk mindenre. Mindig az ellenfélből úgy készülünk, ugye olyan gyakorlatokat csinálunk, ami az adott ellenfélre, vagy a soron következő ellenfélre jellemző, és reméljük tényleg, hogy ezt most már meccsekre is ki tudjuk vinni. A 29. forduló további eredményei a következők: Tiszakécske-Siófok 2-2, Vácmonor 1-2, Dorog-Zalaegerszeg 1-2, Soroksár-Ceglit 2-1, Kazincz-Balcika-Moson-Magyaróvár 0-0, Budafok-Békéscsaba 2-1, Kaposvár-Csákvár 1-1, Vasas-Balmazújváros 3-2 és Gyirmót-Budaörs 1-5. A tabella élén a 60 pontos Zalaegerszeg áll, megelőzve az egyaránt 56 pontos Gyirmótot és Kaposvárt. A 40 pontos Nyíregyháza Spartakusz a 9. helyen várja a következő fordulót, amelyben a jövő hétvégén Békéscsabán lép pályára Zoláns Pissiák együttese. Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét támogatói szerződés kötött három sportolóval egy megyebeli pénzintézet: a magasugró Bakosi Péter, a golfozó Závacki Bálint és az asztali teniszező Laskai Íris felkészülését és versenyeztetését egy éven keresztül segíti a pénzbeli támogatás. Az akkori Szabolcs Takarék 2011-ben döntött úgy, hogy a megyében egyedülálló kezdeményezésként segíti három fiatal sportoló felkészülését és versenyeztetését. Závacki Bálint és Bakosi Péter már akkor ott volt a kedvezményezettek között, míg Laskai Íris 3 éve csatlakozott a támogatottakhoz. A három sportoló szerdán írta alá azt a szerződést, amelyet a helyi értékek támogatását és a társadalmi szerepvállalást szem előtt tartva készített el a már új néven működő pénzintézet. Fiatal tehetségeket akartunk támogatni, ez volt az eredendő célunk, és én úgy gondolom, hogy jó választottunk, mert mindhárom sportoló, mondjuk kettő végig benne volt ebben az időszakban a kiemeltek között, akik kikerültek, azok is fantasztikus teljesítményt mutattak föl. Többek között Fucsovics Márton, ugye, akire nagyon büszkék vagyunk, a legjobb magyar férfi teniszező. Závacki Bálint az elmúlt évhez hasonlóan idén is 14-15 országban áll majd rajthoz, és mintegy 80 napot tölt el versenyzéssel. Már megvolt az év első két versenye, ez a Ciprus Junior Open és egy törökországi verseny, ez mindkettő világranglista pontot adott, és hát szép számmal el is indultam a világranglistán egyre jobban lefelé-lefelé. Most pedig a tanulási a szerep, már versenyekkel együtt, és az évvégi vizsgáim után pedig Európa szerte rengeteg verseny vár rám, valahova még már címvédőként érkezik, valahol pedig rengeteg új versenyre indulok, és ebben az évben pedig már ugye most 17 évesen az U18-as kategóriában fogok indulni, és ezáltal ez nem lesz egy könnyű év, de reméljük hasonló sikerek lesznek, mint a tavalyi évben. A februárban 8. fedettpályás magyar bajnoki címét szerző Bakosi Péter már a szabadtéri szezonra készül. Az első versenyem az valószínűleg májusban fog elkezdődni, de sűrűbben majd júniusban fog elkezdődni. Ahogyan konzultáltunk a jövő megkapcsolatban, mivel ugye most végzek az egyetemen is, utolsó éves hallgató vagyok, államvizsgám van, én remélem, hogy ez június 5-ig le lesz tudva, és akkor utána már csak a versenyre fogok tudni koncentrálni. Az idei nyaram az elég sűrű lesz, mivel lesz egy európai játékok Minskben, egy Universiade Nápolyban, és mellette ugye csapat Európa-bajnokság az Norvégiában lesz, és a világbajnokság természetesen az pedig Dohában lesz, az majd a nyár vége felé, inkább már ősz, mert szeptember végétől októberbe fog átnyúlni. A harmadik támogató sportoló, az asztali teniszező Laskai Íris korosztályt váltva már ifjúsági versenyzőként készül a hazai és nemzetközi megmérettetésekre. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden.
Közel 1 milliárd forintos visszanemtérítendő támogatásból korszerűsítik Mándok szennyvíz hálózatát. A beruházás várhatóan nyár közepén indul, és a város minden utcáját érinti. Az önkormányzat képviselőtestülete a város meglévő szennyvízzel vezető rendszerének felülvizsgálatát és az eddig csatornázatlan területrészek közszolgáltatásba vonását tűzte ki célul. Ehhez szükséges a már meglévő szennyvízelvezető rendszer kontrász szakaszainak, a szennyvíz tartózkodási idejének és az átemelő aknák állapotának javítása. Pénteken lesz a vízvilágnapja, a Nyírségvíz is csatlakozik az eseményhez és programokkal várja az érdeklődőket Nyíregyházán és máshol is a megyében. A cég egyébként jó évet zárt tavaly, és idén is hasonló sikereket szeretne elkönyvelni. Legfontosabb céljai 2019-ben is a vevők elégedettségének kivívása, a folyamatos, megbízható, jó minőségű szolgáltatás és az értékesítési, beruházási tervek megvalósítása. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták március 20-án, szerdán, friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerda éjszaka gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz. Az északi szél időnként megélénkül, a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és mínusz 2 fok között alakul. Csütörtökön napközben fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, csapadék nem lesz. Az északi szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok körül alakul. A következő napokban is döntően magas nyomású légköri képződmény alakítja térségünk időjárását. A hétvégéig többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő zavarja a napsütés, csapadék nem várható, legfeljebb vasárnap alakul ki egy-egy zápor. Lassanként enyhébbek lesznek az éjszakák és erősödik a nappali felmelegedés. A jövő hét elején egy hidegfront felhőzetéből szorványosan előfordul eső, zápor eső, sokfelé megerősödik az északnyugati szél, amely ismét hűvösebb levegőt szállít fölénk.